Térjünk vissza az Alkotmány és Történelem című konferenciánk témájára. Ugye a programunkban szerepel egy kerekasztal beszélgetés, itt sajnos megint az időszűkössége szorít bennünket. Gyarmati György igazgató úr, mint előadónkat is kérném, hogy húzza ide székét a kerekasztalhoz. Bár ebben az alkotmánnyal kapcsolatos kontextusban a kerekasztal emlegetése az egy áthallásos megfogalmazás. Én a következőre gondoltam, nagyon sok kérdéssel készültem volna, amit az előadóinknak feltennék, és amiről beszélgethetnénk. Ezt megpróbálom egyetlen gondolatba belesűríteni, és kérném valamennyiüket, Miklósi elnök úrral együtt, hogy néhány gondolatban próbálják meg összefoglalni ezzel kapcsolatos véleményüket, akár általános érvénnyel, akár konkrétan a 2012-től hatályos alaptörvénynek a valóságában. Tehát egy körkérdést követően pedig a hallgatósághoz fordulnék, akár konkrétan a jelenlévő személyekhez, akár általánosságban is várjuk a kérdéseiket, kérdéseiteket. Szóval nagy általánosságban azt szeretném megkérdezni alkotmány jogban nálam jóval jártasabbaktól, hogy ha visszagondolunk itt a preambulum vitára, a nemzeti hitvallással kapcsolatos vitára, amelyet részben érintettek az előadásuk során is, egyáltalán feladata egy alkotmánynak, hogy valamiféle történelem értelmezést nyújtson? Lehet-e ehhez a kérdéshez egyáltalán általában értéksemleges módon viszonyulni, hiszen, hogy Sólyom László is utalt rá, például mondjuk a jogfolytonosság kérdése az legalábbis egy vitatott vagy vitatható történelmi fogalom, szerepel az alaptörvényben, méghozzá konkrét dátumoknak a megnevezésével, deklarációk formájában egy történeti állásfoglalás. Tudunk-e olyan preambulumot elképzelni, amely a magyar történelemnek valamiféle eszenciáját nyújtja néhány bekezdés keretein belül, és amennyiben igen, akkor keretet képezhet-e ez valamiféle történelemképnek a kialakításához vagy elmélyítéséhez. Lábjegyzetként annyit fűznék a téma felvetésemhez, hogy tudomásom szerint két olyan alaptörvénye volt Magyarországnak, amely történeti állásfoglalást tartalmazott a preambulumban, a 49-es, mármint az 1949-es, és most a 2011-es. Az összes többi alkotmány, vagy alkotmány jellegű törvényalkotás az ezt az igényt nem elégítette ki. Ugye még a 48-as áprilisi törvények előszava sem tartalmaz valamiféle történelmi múlttal kapcsolatos állásfoglalást. Nem akarnék konkrétan senkit megszólítani, akár ülésrendben is állást foglalhatunk ebben a kérdésben. Talán Sólyom elnök urat kérném először. Jó, értem. És utolsókból az elsők, akkor ki gondolta, hogy utolsó legyen? Akkor Gyuri, te ülsz az asztalnak azon a szélén, úgyhogy téged szólítanálak meg először. Nem tudom, ez működik ez a mikrofon? Hadd kérdezzem meg. Jó, akkor ezt fogjuk körbeadni. Nagyon gyors leszek. Két műfaji különbségről van szó, azt hiszem, hogy te azt mondtad, hogy feladata-e. Én úgy gondolom, hogy nem feladata, de ha úgy gondolja tőlem, szabadságban akár lehet is. Nem ez a probléma. A probléma az, hogy preambulumról vagy nem preambulumról beszélünk, egy alaptörvény, egy Grundgesetz, egy alkotmány, tetszik, nem tetszik, normatíva. A történelemről meg elég régen tudjuk, hogy nem normatív. Miért keverjük össze? Köszönöm. Kicsit tovább vive ezt a gondolatot. Elvileg elbírja egy preambulum azt, hogy abba történeti értékelések legyenek, de hát ugye a kérdés az az, hogy ezek a történeti értékelések mennyire tudnak, most a normativitástól függetlenül, mennyire tudnak reálisak, emóciómentesek lenni. Most egy preambulumnak én próbálgattam annak idején végig nézegetni azokat az alaptörvényeket és alkotmányokat, amelyekben preambulum van. Meglehetősen kevés ilyen van egyébként, ahol komoly, tehát kifejtő gondolatokat fogalmaznak meg.
Ezek a preambulumok mind olyan pillanatban születnek, amikor valamiféle hatalmas érzelmi hullám söpör végig, most eltekintve azoktól a már módosított európai alkotmányoktól, amik konszolidált viszonyok között jöttek létre. Én azt szoktam mondani, hogy egy nagyon nagy különbség a tradicionális és kartális alkotmány között, hogy a kartális alkotmány létrejövetele az minden alkalommal összefüggésben volt, már a jelentősebb alkotmány összefüggésben volt valamiféle társadalmi változással, valamiféle forradalommal, valamiféle politikai erőváltással, ami önmagával magába hozza azt, hogy egy másfajta megítélést tartalmaz, mint a korábbi, hiszen egy triumfáló szituációról van szó, amelyben győzött, és a győztesek örömével és eufóriájával fogalmazza meg önmaga téziseit, és rakja össze ezeket a gondolatokat, és hogyha ezek nem korlátozható emóciók ilyen szituációban, úgyhogy én úgy gondolom, hogy borzasztó nehéz ezeket a történeti visszatekintéseket teljesen értéksemlegesen közvetíteni, kivéve azt, hogyha azok általánosságban mozognak, tehát a lehető legnagyobb általánosságban mozognak, mint ahogy ugye Tölgyesi Péter is hivatkozott arra, hogy milyen az általános világlátásunk, és akkor ennek megfelelően egy-két semmit mondó mondat. De példának okáért én nagyon haragszom arra a történeti gondolkodásmódra, amely a turáni átok jegyében tekinti a magyar történelmet, mert én igenis nem tragikusnak és nem csapásoktól telinek, hanem diadalmasnak látom a magyar történelmet, tekintettel arra, hogy még Mohács után is képes volt az ország hosszabb távon fölállni. Egyébként Mohács, én Peri és Gézával értettem egyet, hogy Mohács nem volt egy olyan tragédia, hanem annak a következményei jelentették a tragédiát. Innentől kezdve a kérdés az, hogy akik fogalmaznak, milyen befolyás alatt állnak, én azt mondom inkább, hogy nem lenne szabad. Nem lenne szabad, tehát egy kicsivel tovább lépek, tehát nem az, hogy normatív, nem lenne szabad értékítéleteket belerakni, mert az oda vezet, amiről Tölgyesi Péter is vezetett, hogy megosztja a kérdéseket. Ilyen konkrét értelemben pedig még kevésbé, mint ahogy most ez megtörtént, tudnillik kimaradtak alapvető fontosságú történeti értékeink. Ha semmi másra nem gondolunk, csak 1848-ra, és a köztársaságra, már, bocsánat, a Kossuthi köztársaságra, ez meg az én ügyüm, de minden esetre ez egy nagyon nehéz műfaj úgy összefoglalni egy történelmet, hogy nagyon lényeges kérdések nem maradjanak ki belőle. Elmondtak mindent, amit én is mondtam volna. Én azt hangsúlyoznám, hogy ahol van preambulum, annak mindig van egy apropója, tehát ami aktuális, egy balti államok visszanyerik a függetlenségüket, akkor annak örülhetnek annyira, hogy ezt belefoglalják. Ez az alkotmány nem volt új, tehát éppen ezért, ez egy folyamatos továbbépítés a korábbinak. De hát ide sűrítették be az összes ideológia és egyéb ugye, követelést, amit maga a szöveg nem tudott megjeleníteni. Most a fő baj az, hogy nagyon eklektikus a szöveg, nagyon sok minden van benne, ami nem odavaló. Ugyanakkor érdekes lehet egy történet tanának, hogy mi az a populáris nemzetkép, amit ugye itt visszaköszön, ami nem modern. Ez az egyik. A másik, hogy olyan dolgok vannak benne, ami nem ide való, de nagyon fontos, ugye a velünk élő nemzetiségek, a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők. Ez egy olyan normatívnek benne is van később a szövegben, kicsit másként. Ugye ennek volt egy olyan tervezete, ami katasztrofális volt. És amikor mondom, hogy javítják a szöveget, akkor ugye hála Isten ide is betették. Ez például alapvető fontosságú, de nem preambulumba való. És hát az nagyon szép, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság, meg hogy alapvető érték a hűség, hit és szeretet, szintén szokatlan. Tehát ezeket az értékeket az emberi jogok maguk kifejezik. Tehát az emberi méltósághoz való jog, annak aztán olyan hihetetlen széles tartalmat lehet adni. Ezek nem azon a színvonalon vannak, ami egy alkotmány követelne. És azt mondtam az előző előadásban, hogy ezek jogilag nagyon nehezen értelmezhető a harmadik részben a Szent Koromi megtestesíti, tehát nem kifejezően megtestesíti, megint furcsa, és utána ezek a megszállások miatt is, a többi a kommunista alkotmány el nem ismerése,
Hát ez tényleg az alkotmánybíróság dolga lesz, de ugyanakkor mindenkit vigasztalhat, hogy nem normatív. Köszönöm. Köszönöm, nem ismétlem meg, amivel egyetértek, inkább kiegészítem. Én is azzal kezdtem, hogy bocsánat, ha egy pillanatban megkaphatom ezt a kis könyvecskét, szerintem a fölmutatom sokan ismerik. Ugye a nyolcadikosok ezt kapták meg 2 nappal ezelőtt, a negyedikesek meg egy vékonyabb füzetet, a nemzeti hitvallást. Ötödikesek? Van, ahol a negyedikesek, én tudom, de máshol negyedik-ötödikesek a nemzeti hitvallást. Na most elgondolkozhatunk azon, hogyha egy negyedik-ötödikes kézbe vesz egy ilyen kiadványt, aminek a végén egyébként, ha csak ha valaki nem ismeri, akik törvényt szabtak Magyarországnak, és néhány arckép szerepel, illetve a belső borítókon pedig egy-egy festmény a nemzeti romantika időszakából. Más szerepel egyébként, ajánlom összehasonlítani a nyolcadikosoknak kiadott kötetet a negyedik-ötödikeseknek kiadottal, mert ott még érdekesebb, mert a kicsiknek kiadott kötet belső borítóján nem az egri nők szerepel, mint ebben, hanem Wagner Sándor képe Dugovics Titusszal, mint a mélybe veti magát. És ez volt az a pont, az egész hosszút azért mondtam el, mert ez nem a preambulum, hanem szerintem csak az, amiről az én értelmezésemben ez a dolog szól. Ugye én tanár vagyok, nem jogász, pláne nem alkotmányjogász, de szerintem ez nem a történelemről szól, nem is feltétlenül a jogról szól, hanem egy mítoszról szól. Ha lehet, egy mítosz teremtésről szól, én azt érzékelem, hogy itt most egy nagy mítosz teremtési kísérletnek vagyunk a részesei, egy új mítosznak, amelyben nem véletlen, hogy október 6-án kapták ezt meg a gyerekek, és ennek a kiadványnak az elejére nem csak a nevüket kell ráírni, hanem a dátumot is, hogy mikor kapták meg. Egyébként ugye talán abban a sorban illeszthető ez, hogy a Trianon évforduló is, mintha fölülíródna egy másik tartalommal. Itt most erről beszélünk. Márpedig, ha igaz az állítás, hogy itt egy mítoszteremtésről lehet esetleg szó, akkor a kérdés, én azt gondolom, hogy milyen az a mítosz, egy, hogy mondjam, legalábbis a történelmi ismereteinkkel többé-kevésbé egybevágó, vagy azokkal, azoktól jelentősen különböző, esetenként netán ellentétes, gondolok Dugovicsra. És akkor innentől csak kérdéseim jönnek. Nem lehet, én legalábbis nem tudom szakmailag értékelni ezeket az arcképeket, és szerintem díjat ajánlok fel azoknak, akik szakmailag koherens módon tudják. Akkor viszont talán máshol van szó, bocsánat, hosszú voltam. Köszönöm. Gyarmati Gyuri visszakérte egy pillanatra. Lehetni lehet, csak ebben a kontextusban nem érdemes. Nem, nekem az jutott eszembe a Solyom László. Haló. Működik? Ja, jó. Solyom László elnök úrnak az előadásában hangzott ez a, hogy hát mit lehetne kezdeni, ha már kikerült ez az anyag. Alkotmányos kultúrán kapcsán. Tehát mi kétszeresen is kényszerítve leszünk történelemtanárok, mondom, kétszeresen is kényszerítve leszünk történelemtanárok, amennyiben ez kiment és kiment az iskolába, azzal egyrészt, hogy ha úgy tetszik, újra elkezdjük, vagy ha nem, akkor újra elkezdjük másképp tanítani a történelmet a gyerekeknek abban az értelemben, ahogy ezt ezekben mondjuk a preambulum megállapításokban olvashatjuk. A második része viszont az, hogy ennek kapcsán, és ez kapcsolódik leginkább az elnök úr előadásához, ez viszont alkalmat nyújt nekünk, mert úgyse kerülünk el, annál is inkább, mert nem tartom elképzelhetetlennek, hogy lesznek mazohista diákok, akik képesek végigolvasni mondjuk a preambulumot, és ennek kapcsán a történelem tanáraikhoz fognak menni, kérdéseket feltenni. Tehát erre mondom azt, hogy rá fogunk kényszerülni. De a második pont, hogy ennek kapcsán viszont alkalma van
általános iskolában, vagy akár középiskolában is a magyar történelem tanárnak az úgynevezett alkotmányossági kultúráról, vagy akár arról az egészről, amit ma itt elhangzott beszélni, azt mondanám, felhívás keringőre, éljünk vele. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most már csak az a kérdés, itt leszűrve az eszenciát, hogyha mondjuk én úgy gondolom, hogy Magyarország jogfolytonossága 1941. március 19 és 90. május 2-a közötti megszakadásának az állítása, az egy vitatható történeti állítás, és még azt is mondom, hogy második József idején is megszakadt, meg nem is tudom mikor megszakadt, akkor én alkotmánysértő magatartást tanúsítok. Mert ugye elnök úr azt mondja, hogy ez nem egy normatív szöveg, de hát melyik tanár kolléga az, aki ebben hasonlóan ennyire biztos, mint elnök úr? Igen? Nagyon fontos tudni, hogy az alkotmány kötelező mi volt, vagy bármilyen törvény kötelező mi volt, nem zárja ki a törvény kritikáját. Tehát a törvény kritikája nem törvény ellenszegülés. Hát egyszerűen a törvény illetének nagyon fontos mozzanata, hogy azt értelmezik, és kritikailag is értelmezik, ez a jogfejlődés. Tehát ez az alkotmányt az Alkotmánybíróság folyamatosan kritizálja, amikor meglapítja, hogy itt meg itt lukak vannak benne, ez kitölti, és így tovább. Tehát én nem érzem azt, hogy, vagy nem értem, hogy miért érzi magát mondjuk egy tanár letaglózva attól, hogy most hát itt van ez a kritika szava. Én ezt írtam ide föl, csak nem jutottam odáig. Ugye, hogy a két mondatot, a kritika szavat, kettő, hogy ez egy eklektikus preambulum, mindenféle van benne. Lehet a jót kiemelni, lehet a rosszat. Tehát nincs senki megkötve, nem 82-ben vagyunk. Reméljük. Köszönöm szépen, erre fogunk akkor hivatkozni, hogy elnök úrnak ez volt az álláspontja, és mi ezzel egyetértünk, de akkor bevonnánk a hallgatóság szélesebb tömegeit is. Pista, én megkérnélek, hogy vagy valamelyikőtök a tudna segíteni mikrofoncipelésben. És akkor ez lesz itt az asztali mikrofon. Ki jelentkezett? Szóval. Jó, akkor menjünk sorba, hogy akkor 1, 2, 3 is né. Magnó felvételt készítünk, úgyhogy... Mondjam én. Ja, bocsánat. Előbb. A hölgy, hadd kérjem, mert kolléganő jelentkezett ott előbb. Schubert Katalin vagyok, hivatásos Szentendréről oktatóként. Többszörösen érintve vagyok, a PhD dolgozatom 45-50 közötti, hát egy ilyen nem hadtörténelem, hanem a kommunisták miért gyilkolják a kommunistákat, és elnézést a névrokonság miatt az elnök úr felé, hiszen ez az elhíresült Csólyom per volt. Alapvégzettségem történelmi orosz szakos tanár, és azt hiszem, hogy én akkor végeztem, amikor az elnök úr, ennek az egyletnek az elnök úr a kezdő főiskolai hallgató volt. Ha jól emlékszem, sajnos ez már ilyenkor az ember mindig úgy elcsodálkozik. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Az én hallgatóim most jelenleg nem másoddiplomások, de érettségizettek, de apaként, szülőként szembesülnek azzal, Laci, amit te itt előbb mutattál, és bizony ők abban a hitben élnek, hogy én, mint tiszt, majd tudok nekik választ adni. Hát egyrészt szeretnék majd kérni, hogyha lehet, vagy venni valahol egy ilyen csoda alkotmány. A másik, nem van az interneten. Az interneten, ha van, akkor a segítség. Ez lett volna igazából, amit szeretne. Lenne egy kérdésem valamennyi őjükhöz. Én sajnálom, hogy Tölgyesi úr, illetve Pacolai úr elment, hiszen a kerekasztal beszélgetés az egyik legizgalmasabb. Az egyik konkrét kérdésem az, hogy a katona sajtóba szeretnék önökről írni, ezért rögzítettem magamnak, meg hát a saját kritikai észrevételemmel, hogyha igénylik, illetve le fogom írni, amit gondolok. És természetesen önöknek is eljuttatom. Még egyszer a gondom nekem az, hogy nagyon ellentmondásos volt az előadó uraknak a kisebb, tehát amiben úgy azt éreztem, hogy hát éreztették, hogy hiányzik a Hortikor. Nekem október 6-ától Trianonig egy tök egyforma folyamatnak a vége. Tehát nekem a Nemzeti Gyásznap, amiről a Herman úrnak voltak kiváló előadásai is vannak, onnantól a trianoni folyamat, az pont egy történelemtanárnak nem akkora
negatív, tehát nem olyan nagy probléma. Tehát muszáj tanítania. Amikor azt mondom, hogy Trianontól napjainkig el kell jutni, akkor se jobb, se baloldali nem vagyok, hiszen ezt is valahogy át kéne már adni a gyerekeknek. Erről szeretném az önök véleményét hallani, nekem újdonság erejével hallottam ezt a kis alkotmányt. Bocsásson meg, hogy szóval mi a kérdés? Tehát a kérdésem az az lenne, hogy önök, ha figyeltek egymásra, akkor mi a véleményük a kimaradt, kronológiába kimaradt időszakról, tehát mondjuk úgy, hogy 1920 és 90 közötti korszakról, illetve hát ez a bolsevista jelző, ez tőlem elég idegenül áll, mert ez a propaganda iszt adja egy kicsit, de valószínűleg ezzel fogunk találkozni. Tehát a Horthy korszakról mi az önök alkotmányjogász tudósi véleménye? Ez a rövid kérdésem. Karsai Dániel vagyok, alkotmányjogász, és ezt okítom is, egyetemen, nem gimnáziumban vagy általános iskolában. Az elnök úrhoz lenne egy kérdésem, kétszer elhangzott, hogy a preambulum nem kötelező, de az alaptörvény R cikkének harmadik bekezdése azt mondja, hogy az alaptörvényt a nemzeti hitvallásra és a történelmi alkotmány meg az alaptörvény céljára tekintettel kell értelmezni. Én ügyvéd is vagyok, tehát gyakorló jogász, én ezt úgy értem, hogy a preambulum kötelező normatív tartalma van, és ebben az esetben ugye a történelem tanárokra minél felelősség hárul, mert ez nem egy szép vagy nem szép felsorolása bizonyos morális tételeknek, hanem sokkal több annál, és hát most lehet, hogy újra fogjuk gondolni az egész alkotmányos berendezés különös tekintettel az emberi jogra, mondjuk a halálbüntetést mondjam, hogy provokáljam az elnök urat. Nem tudom, hogy mi következik a történelmi alkotmányból, meg az ott foglalt elvekből, például az ilyen nagyon fontos emberi jogi kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm, akkor gyűjtsünk még kérdéseket. Jó, itt volt két jelentkező. Laurenszki Ernő vagyok. Fölmerült itt az alkotmányok és a valóság ellentéte. Na most a rendszerváltás idején a szakmai és politikai sajtóba elterjedt az a vélemény, hogy az úgynevezett sztálini alkotmány Buharin írta. Nem tudom ebben mi az igazság, sorsát ismerjük. A másik része szemléltetésként kortárs történészünk és jeles tankönyvszerzőnk különös tiszteletet tanúsít a mexikói forradalom iránt, mert hogy egy olyan szép alkotmányt csináltak, ezt kifejtette Salamon Konrád a Történettanárok Egyletének egyik konferenciáján is, de a negyedikes gimnázium tankönyvben előzetes olvasmányban is kifejtette. Hát a valóság persze az, hogy egymást követték a politikai gyilkosságok és tömeggyilkosságok a mexikói forradalom idején, úgyhogy, hogy úgy mondjam, eléggé illuzórikus az alkotmányszövegből való kiindulás. Köszönöm. Köszönjük szépen. Akkor Péter. Molnár Péter vagyok, a Közép-Európa Egyetem Médiakutató Központjából, és ott én szólásszabadsággal foglalkozom. És a kérdésem az arra irányul, hogy mit gondoltok az alkotmányos kultúra és a hagyomány összefüggéséről, ami hát ennek a rendezvénynek nagyon illő kérdésnek tűnik. És azért, nekem úgy tűnik, hogy ez azért kulcskérdés, mert miközben persze az intézményes struktúra is meghatározó, mondjuk ha 4/5-ös többséghez vannak kötve bizonyos dolgok, akkor azt 2/3-dal csak akkor lehet kikerülni, hogyha teljesen explicit módon tagadják valakik a demokratikus struktúrát. De egyébként viszont tényleg az alkotmányos kultúra meghatározó, és úgy tűnik, hogy az nevezhetjük mítosznak is, vagy pedig ahhoz is kapcsolódik, hogy mi az a hagyomány, amiben a történelmünket megfogalmazzuk, és akkor mibe ágyazódik bele az az alkotmányos kultúra. És én azt gondolom, hogy legalábbis nagyon erősen lehet érvelni amellett, hogy ennek az országnak a mindenféle tragikus, meg nehéz időszakokat tartalmazó időszakaival együtt kiolvasható a történelméből egy olyan hagyomány, ami abszolút a szabadság pártján van. Ezt mondjuk én a magam szakterületére, a szólásszabadságra és a sajtószabadságra nézve nagyon határozottan állítom, a többi dolgokkal kapcsolatban inkább kérdezem. De, és az a kérdésem tehát, hogy
tudnak, mit gondoltok arról, hogy ez mennyire lehet emellett érvelni. Én azt gondolom, hogy lehet, és ehhez képest akkor mennyire önkényes az a típusú mítoszteremtési kísérlet, vagy hagyományértelmezési kísérlet, ami megpróbálja az országot belenyomni abba az önképbe, hogy hát ez bizony egy ilyen keleties típusú, most ha egy ilyen sztereotípiával fogalmazunk, és inkább a tekintélyelvűséget, meg az egyéni szabadságot nem annyira értékelő, stb. Típusú hagyományozzák. Bizony ez a nép tényleg Magyarországon, stb. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor próbáljunk válaszolni az elhangzottakra. Én úgy érzem, hogy itt Sólyom elnök úr szólítatott meg először, a preambulum kötelező, nem kötelező volt-e, illetve normatív tartalma kapcsán. Jó, de én megyek sorrendbe. Tehát ugye az, hogy milyen korszakokat említ vagy nem említ, itt voltak éppen nem egy értékelő végigmenés van az egyes korszakokon, hanem van egyetlen egy kizárás, ami az idegen megszállások alatti Magyarországot említi, és ugye azt mondja, hogy tulajdonképpen ez a... Ekkor meg ekkor kezdődik, ezt lehet vitatni, de egyáltalán még rosszabb lenne, hogyha végigmenne és értékelni a Szent Lászlótól kezdve, mikor milyen volt, vagy a törököt, vagy akármit. Tehát nekem ez nem hiányzik, és egyáltalán nagyon rossz lenne, hogyha egy olyan még inkább vitatott és megosztó kérdése, mint a holti korszak értékelés az alkotmányállást foglalna. Na most a normativitás kérdése... Az a helyzet, hogy akárhogy is nézzük, ez nem egy normatív szöveg. Az, hogy az alkotmány része persze egy törvénynek a része, és így módon